Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten az 1.17-es túlélő világomban. Imáron ez itt a 13. rész. És hát igen, nem túl szerencsés szám, viszont ma egészen biztosan nem fog velünk semmi rossz történni. És hogy miért mondom ezt? Nos, hát azért ugyanis a 12. rész eléggé kimerített. Hogyha nem láttátok, akkor mindenképpen lessétek meg. Ezt az óriási nagy börtönszigetet építettük ezzel a nagy-nagy creeper farmmal, ami egyébként a börtön. Ez arra a két miatt kell, ugyanis hát nyilvánvalóan a mai nap felfedezni fogunk. Pihenni szeretnék, chillelni, ugyanis pontam kimerültem. Van pár befejezetlen projekt, valamint egy-két dolog, amit még meg kell tennünk, és szeretnék új éghajlatokat is felfedezni ebben a világban, szóval éppen ezért döntöttem úgy, hogy a mai nap egy picit így chillelünk. Így, rengeteg rakéta, ugyanis megtehetjük. Yes! Halljatok, creeperök! Yes, yes, yes! Viszlát, börtönsziget! Hello, a Villager Outpost! Van nekünk egy cicánk például az óceánon túl, akinek már adtatok nevet, most hirtelen nem jut eszembe, hogy melyiket választottam, de mindenképpen megkeresem majd, és hát kellene nekünk egy lasszó is hozzá. Hova tettem a lasszóimat? Megvan, oké. És hogyha már név, itt van a full gyémántszettes zombi, ugye, akit összeszedtem, és hát a helyzet az, hogy ennek adtatok is nevet. Egyetlen egy kikötésem volt, amúgy már nem kérek névötleteket, ugyanis kaptam nagyon-nagyon sokat, de egyetlen egy kikötésem volt, hogy ne úgy írjátok le, hogy névötlet, és akkor csak tényleg oda dobjátok a nevet, hanem névötlet 2, vagy zombi név 2, és erre... Bence? Annyit írt, hogy Klára. Pont a példát, amit mondtam, hogy ne írjatok. Köszi, Bence. Na de poénkodás félretéve, igen, Bencének igazából az inspirációjára sajtos lángosnak keresztelem el ezt a full gyémántszettes zombit. Remélem, hogy tetszik, Bence. Azok értik, akik a Hypixel streamjeinket, közös Hypixel streameket szokták nézni, tudják, hogy miért hívják sajtos lángosnak ezt a zombit. Ugye, te is tudod, sajtos lángos. Ó, meg hát van itt egy-két változás. Bizony, megcsináltuk azt a szirtet, amit legutóbb említettem, hogy át kellene alakítani, valamint építettünk fölé egy hidat. Ezt a folyamatot meg tudjátok nézni, ameddig én elmegyek a cicáért, akiről az előbb beszéltem. Üdvözöllek a csapatban, Fluctus! Igen, eléggé furcsa név, viszont Krumpli Games azt írta nekünk, hogy ez egy tök jó név lenne, ugyanis a vízben a hullámok között találtuk meg, és a Fluctus latinul hullámot jelent. Nagyon tetszik ez a koncepció, tetszik ez az elgondolás, köszönöm szépen, Krumpli, ezt a jó kis nevet, és viszont bele kellene valahogyan dobnom a csónakba, menj már bele! Oké, király, akkor most téged hazaszállítunk, és akkor utána elkezdjük felfedezni a világot. Van pár éghajlat, amit így kiválasztottam, amit szeretnék ma megtalálni. Kellene még egy Dark Oak, valamint nagyon örülnék egy dzsungelnek. Általában erre a listára felírnám a mészát is, viszont az ott van közvetlenül mellettünk, azt nagyon hamar megtaláltuk. Emellett azt hiszem, hogy találtunk már egy korallzátonyt, azt fel kellene fedezni még egyszer, hát ha szükségünk lesz még ugye szürke blokkokra a halott korallnak a képében. És mit írtam még ide? Ó, igen, egy gombaszigetet. Na most az annyira nem fontos, ugyanis a Dark Oakban is van rengeteg gomba, de hát egy gombaszigetet azért nem ártana összeszedni, hogyha esetleg majd valamikor akarunk barna gomba tehenet, ami a kedvenc mobom ebben a játékban. Ú, srácok, van egy ötletem, hogyha már Fluctusnak hívjuk a macskát, ugye, hullám, akkor mi lenne, hogyha ő lenne a hullámok őre, és erre a kis szigetre raknánk, ahol egyébként a Strongholdnak a lejárata van. De ez egy tök jó ötlet szerintem, itt amúgy is szoktak creeperök lenni, nem egyszer és nem kétszer futottam már bele creeperökbe. Hogyha átmennének ezen a Nether portálon, akkor az nagyon nem lenne nekünk jó, úgyhogy arra gondoltam, hogy ő tök jó lenne, hogyha őrizné nekünk a helyet. Gyere, Fluctus, gyere, csak arra kell majd vigyáznunk, hogy ne lökjük be ide szegényt. Oké, leülni, úgy, szépen, oda, oké, és... egy blokk, ahol de, még egy fél blokkot menj följebb, kérlek szépen, ahol nem vagy útban, ó, tökéletes. Így né. A delfinek kajak eljátszották a csónakomat. Az előbb még itt volt, és elvitte a delfin. Na jó, mindegy, nem számít. Jó munkát, Fluctus!
Visszajöttem ebbe az irányba, és itt van kettő falu teljesen egymás mellett. Itt kiszedem a szalmabálákat, ugyanis arra szükségem lesz. Nem már! Itt van még egy falu! Wow! Oké, tehát miért lesz szükségem a szalmabálára? Ugye jön most a kérdés. Nos, hát egyelőre még nincsen automata szalmafarmom, vagy a búzafarmom, viszont mindenképpen szeretnék, ugyanis van nekünk egy farmer villagerünk, aki tudna nekünk aranyrépát adni, csak hát nem tudom addig felfejleszteni a szintjét, mert hát nincsen búzafarmom. Úgyhogy tök jó lenne ezeket elvinni haza, minél több falut találni, és elvinni az összeset, és azzal felfejleszteni aranyrépa szintig, és akkor nem lenne gondom a kraftolással, mert aranyam is hát eléggé kevés van. És nem, köszönöm szépen, nem szeretnék aranyfarmot a Nether tetejére, meg sehol máshova, kedvesek vagytok, de nem élnék a lehetőséggel. Ú, dinnye! Ez az! Dekorációs elem! Ó, még egy harang! Két harang egy faluban, ez már tetszik! Valamint a zászlókat is elviszem, nem hagyom itt őket. Yes! Gyerünk! Ide az összessel! Most azonnal ide az összessel! Köszönöm szépen. Oké, akkor ezt kizsákmányoltuk. Kövi, harang, rengeteg búza. Bocsánat, Iron Golem, véletlen volt. Elinnéd, nem. Elinnéd, te, hallod? Hallod, miért vagy ilyen, ha? Miért kell, hogy megöljelek, ha? Nem tudsz megbocsátani, ha? Kösz a vasat. Oké, pont az előbb mondtam, hogy nincs túl sok aranyam, és itt egy portál, ahonnan szedek egy kis aranyat. Oké, itt esetleg? Kövi, ez a beszéd, Minecraft, ez a beszéd! Köszönöm szépen! Á, az idegeim nem bírják ezt a strapát! Menjél innen! Neked is kösz a vasat! Remélem nem harangszotok meg, hogyha ezt elviszem. Még egy falu, yes. Látjátok, ezért ütöm őket meg mindig, ezért! Mindig a szalmabálának a tetején vannak! Menj innen! Betölt, yes! Ez egyébként nagyon érdekes! Itt van teljesen az óceán mellett is, ilyen sziklafalakon vannak a házak. Hogyha esetleg ezen a szíden játszatok, akkor itt vannak a koordináták. Tessék. A szídet egyébként megtaláljátok a videóknak a leírásában, minden túlélő résznél. Hey Golem! Bye! Még egy portál! Csak nem egy falvat látnak szemeim búzákkal! Na hát. Figyeljetek, hogyha nagyon akarjátok, akkor akár ezt a fosztogatást beletehetjük a történetünkbe is, a világnak a történetébe, amit hogyha nem ismertek, akkor olvassátok el a leírásnak a második bekezdését. Hát miért nem tudom, közeleg a háború, ezért azoknak, akik ugye a fronton vannak, szüksége van az élelemre, ezért én jöttem adót szedni. Jöttem beszedni mindent, amiük van, hogy felkészítsem azokat, akik harcolnak a háborúra. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy indokot adjak a fosztogatási kényszeremnek, azt hiszem. Hellóka, adóztatni jöttem, kérem a harangokat és a búzákat, köszönöm. Uram, elnézést, hallott ön már a búzadorról? Kérem a búzáját, hey, ne meneküljön! Az előfordulhat, hogy én ilyen istálót még soha nem láttam a játékban? Dehogy soha. Csak nem egy harang. Jó van, ezt beszámolom az SZIA-ba, köszönöm szépen. Kedves Minecraft, 10-től vissza fogok számolni, hogyha addig nem dobsz elém egy dzsungelt visítok. Oké, falu is jó. Shattered Savanna. Na ennek azért örülök nagyon, ugyanis itt van Coarse Dirt, aminek az a különlegessége, hogy egy picikét sötétebb, mint a sima föld, kettő, hogy nem füvesedik össze. És amúgy ezt craftolni is lehet, sóderből, valami sima földből, de így sokkal olcsóbb. Egyébként milyen jól néz már ki. Viszont az a sok búza blokk, az ott még jobban néz ki, úgyhogy én ide most leszállok. Oké, még egy Dark Oak. Ezt kerestem, szóval ennek fel fogom írni a koordinátáit mindenképpen. És hogyha jól számolom, akkor a túloldalon van a falu. Így van bizony, ott van az outpost és itt van a falu. Na most akkor következő körben nincs is más dolgunk, mint szépen átalakítani ezt a rengeteg blokkot sima búzává. És utána pedig eltrédelni, amennyit csak tudunk a falusival. Hát először nem fogja ugye az összeset bevenni, egészen biztos vagyok, de abban is biztos vagyok, hogy van elég ahhoz, hogy teljesen megcsinálják és teljesen legyen aranyrépánk és soha többé ne legyen a kajára gondom. Tehát ennyit sikerült összeszedni, ennyi haybale-t, valamint 12 darab harangot, ami szerintem nagyon-nagyon király. Na, cserekereskedelem, köszönöm szépen. Ja igen, és akkor meg már az elitrát ide fogom a kezembe. Hát ha akkor így feltöltöd, így van, király. Oké, fejlődött, viszont akkor később majd ezt így folytatjuk. Én ezt szerintem megcsinálom és akkor utána majd tali.
Kér valaki sütit? Túlságosan sokat trédeltem, és egy csomó van belőle. Én nem eltem meg, mert papagáj vagyok. Na, de hát viccet félretéve. Megvan, sikerült. Íme, 3 darab aranyrépát ad, 2 emeráldért. Na most ez nekem annyira nem megfelelő. Mit tudok ilyenkor tenni? Hát nem más, mint azt, hogy átváltoztatom zombivá, ugyanis van itt nekünk lent egy zombink, aki nagyon-nagyon szeret segíteni az ilyesmikben, úgyhogy őt most oda szépen levisszük. Na, gyerünk, ez az, megvan, oké, így ide bejövök, én is, nem jövök be, jó, akkor azt innen kiszedem, így, oké. Menjél, ügyes, és már lent is van a mi kis barátunk, így van, hello. Oké, akkor ezt így kiszedem. Jó, hát most ne nézzetek rám furán, de nincsen nálam kapu, úgyhogy így oldom meg, jó? Szóval, ezt így. És már jöhet is a weakness, azután pedig az aranyalma. És az átváltozás. Ameddig ő átváltozik, addig szeretném felolvasni a résznek a kommentjeit, pontosabban néhányat abból, amit mára választottam. Egri Bence azt mondta, hogy őszintén, szerintem egy nyári este, mert hogy este nézem, nincs is jobb, mint leülni egy szelet dinnye társaságában pörki videót nézni. Imádom, amit csinálsz, így tovább, ja és szép estét, köszönöm szépen Bence, nagyon jó fej vagy, és igen, bizony, dinnye, nyami, találtunk is a mai részben, úgyhogy biztosan fogok majd vele dekorálni. A következő Kovács Zsombortól érkezett, ő azt mondta, hogy szia Pörki, az előző videód alá is kommenteltem és belájkoltad, és ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy te különbözöl a többi videóstól pozitívan, és ugye itt elmondta, hogy azért, mert hogy el is olvasom valójában a kommenteket, ahelyett, hogy csak megkérnélek titeket, hogy ó részkértése, akkor kommenteljetek. Szóval igen, én ilyet nem szeretek csinálni, hogy ha már kérdezek valamit, egyébként közben átváltozott a falusi, ha már kérdezek valamit, akkor szeretem elolvasni a válaszokat. És igen, nem tudok mindegyikre válaszolni, és igen, a YouTube mostanában elkezdte azt, hogy a válaszaimnak a felét kb. Eltávolítja, mert hogy spamnek érzékeli kb., mert az összesre próbálok válaszolni, szóval ezért bocsánat, hogyha valakiét látszólag nem látom, általában szoktam őket látni, csak hát, ja. Szóval igen, nagyon-nagyon örülök ennek, viszont azt nem mondanám, hogy ebben különbözök a többi videóstól. Én úgy gondolom, hogy mások is próbálják nézni, de ameddig én kapok 500 vagy 1000 kommentet a kettő között valahogy ugyan általában, addig ők lehet, hogy sokkal többet kapnak a nagyobb videósok mondjuk, szóval ne hibáztassunk senkit, értsük meg a helyzetüket. És akkor most menjünk végre aranyrépát, yes, 45 darab répa az egy darabig elég lesz, és hogyha vágok még egy csomó fát, akkor tudok majd még trédelni, és lesz egy csomó emeráldom. Viszont most, hogy itt vagyunk, így eszembe jutott valami, amit már eléggé régóta tervezek megcsinálni, és ez nem más, mint ez a belső tér, ahol elvileg ugye falusiak lesznek farmokkal, hogy tudjanak teljesen maguktól szaporodni. Hát ez egyelőre eléggé szegényes, úgyhogy ezt valahogyan meg kellene csinálni, semmi bonyolultra nem kell gondolni, itt nem lesz túlzásba víva a díszítés meg semmi, csak egy picikét szeretném kisimítani a talajt, meg áthozni ide egy-két falusit, hogy megkezdődhessen a honeymoon, a nász éjszaka. Úgyhogy ja, viszont kelleni fog magocska, és nincsen magam, szóval muszáj leszednem a díszkertemet, ami az eleje óta itt áll érintetlenül, de nem baj, visszaültetjük, és akkor a maradékot használjuk majd el oda. Hát mondjuk ez a szint szerintem teljesen megfelel, ide szépen felhozzuk, aztán majd ezekkel kezdünk valamit, valószínűleg, hát, betömjük őket, de... mégis hogyan tudnánk azt megtenni? Hát esetleg így be tudom őket tömni, nem lesz a legszebb, de hát most ez amúgy sem lesz nagyon kidíszítve, szóval inkább praktikusra akarom megcsinálni, és hogyha ide bemennek a picike falusiak és megnőnek, akkor az a baj, hogy vagy kibagolnak, vagy meghalnak, nem tudom melyik a rosszabb, szóval ja, azt semmiképpen nem szeretném. Oké, most ahhoz, hogy ez a dolog működjön, ahhoz teljesen újra kell raknom a fáklyákat, hogy ne így spamelve legyenek, vagy hát legalábbis ne legyenek útban, hogyha már spamelve vannak, mondjuk így, és akkor egy párat így a falakra, ide, hogy semmiképpen ne tudjanak a szörnyek beszponulni, és semmiképpen ne tudják őket zombivá változtatni, mert azzal az a nagy probléma, hogyha átváltoztatják őket, és elrepülök innen, akkor ők is diszponolnak, és az semmiképpen nem lenne jó. Na most egy csomó ilyen slabre is szükségem lesz a díszítéshez, a plafonhoz ráadásul. Így szépen befedjük az egészet. Yes! Jöhet egy-két helyre a víz, mondjuk ide egyet, hát meg így ide egyet. Lehetséges, hogy ide is kell. 1-2-3-4, 1-2-3-4, elvileg nem. Úgyhogy most okosan ezeknek a vizeknek a tetejére, na várjátok, így rakok szépen komposztálót,
És akkor ezeknek a tetejére, hogy ne tudják nagyon leugrálni majd a búzát körülötte, rakok egy-egy szlebet. És most, hogy már az egész falusi biztos, szépen felkapálom a földet, elültetem a magokat, a krumplit, a répát, leteszem szépen a síneket, és már hozom is a falusiakat, akiknek ennyivel tartozom, hogy elviszem őket innen, még mielőtt ledózerolom az egész házukat az átépítés miatt, ugyanis hát ők népesítették be az egész kereskedőközpontot, szóval igen, megérdemlik, hogy egy új helyet kapjanak. Gyerünk, szalmakalapos barátom! Menjél! És akkor őket szépen kiengedjük, és már kezd kis... Oké, az utolsó pajtásunk az nagyon-nagyon makacskodik, szóval őt el kellene... Igen. Oké, igen, dűből megütöttem. Jó, igen, így volt, így történt, nagyon jól láttad. Áú, sokat sebzel. Ti szépen így négyen legjobb barátok lesztek forever. Ezt ide vissza is rakom, nem is szeretnék zavarni. Tessék, szaporodjatok, sokasodjatok, barátaim, de ne túlságosan, mert akkor egy párat ki kell végezni, ami nem. Van ebben a világban azonban egy kis szégyen, és ez nem más, mint a méhekkel való bánásmód. Szerencsétleneket leraktam ide egy random ilyen trapdoor alá, és most itt élik az életüket. Igen, az összes tele van, és lehetséges, hogy most gyorsan ki kellene őket szednem, ameddig még ott vannak bent, ugye szilktárcsos baltával. Ugyanis át szeretném őket helyezni, mert a mai nap akarok mindenképpen egy méhészházat építeni. Ehhez én már összeszedtem minden cuccot, szóval azt hiszem, hogy itt az ideje belevágni. Let's go! Újabb reggel a Minecraftban, újabb reggel a valóságban. Itt vagyok, bekapcsolt shaderrel, és most körbejárjuk egy picikét ezt az építményt, amit tegnap egyébként be is fejeztem. Annyi, hogy ez még nem a videónak a vége, csak meg szeretném mutatni, hogy mit csináltunk ma. Utána még van egy-két fontos kisebb dolog, amit mindenképpen szeretnék elintézni. Amúgy nektek hogy tetszik, hogyha néha-néha egy-egy rész ilyen kisebb projektekből áll? Ugye az előző néhány részben nagyobbak voltak, mint például a Creeper Farm, és arra fókuszáltunk, most viszont szépen haladunk, és hát csinálgatjuk a falvat, és szépen így alakulgat, ilyen picikek kis projektekkel, munkákkal foglalkozunk ebben az egész epizódban. Na de akkor, lessük meg! Oké, tehát ez igazság szerint nem egy malom, de raktam rá egy malomkereket, mert nem tudom, szépnek gondoltam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy mégis miért ne. És akkor itt van, ugye maga a sok-sok mézes hordó, ezeket ide végig szépen leraktam, és itt vannak a méhek, ugye ez nem teljesen egy üvegház. Én személy szerint azokat annyira nem szeretem, amik totál üvegből vannak, de próbáltam kompenzálni, hogy üvegháznak lehessen nevezni, hogy ilyen nagy-nagy ablakokat tettem rá, ugye mindenhova. Na de hogyha ide bemegyünk, akkor egyből itt vannak ezek a nagy kettő magas növények, ezek a virágok, valamint itt vannak maguk a méhek, és igen, mint látjátok, ez nem egy automatikus farm. Na
Most ezzel kapcsolatban annyit, hogy én annyira nem szeretem az automata farmokat, szóval létszi srácok, az olyan kommentektől kíméljetek meg, hogy ilyen meg olyan automata farmot ennél meg annál a videósnál láttatok. Nem igazán vagyok rá vevő, én szeretek belépni a világomba és mindent megcsinálni kézzel, ollóval, ásóval, stb. Köszike. Igen, és ahogyan elnézem, eléggé szorgosan dolgoznak itt, egyedül ebben. Nincsen sajnos még méz, viszont van nálam egy csomó üveg, és akkor ezeket kiszedhetjük, és csinálhatunk belőle mézblokkot. Úgyhogy mi a mézblokknak a lényege? Hát igazság szerint ragad, gondolom redstone-ozáshoz meg ilyenekhez is lehet használni. Én viszont építészként dekorációnak szoktam ugye használni. A vizes hordók mellett nagyon jó kis mézes hordókat lehet belőle csinálni. Valamint van egy achievement is rá, amit azonnal megpróbálok valahol megcsinálni. Hát mondjuk, hogy ide leteszem, akkor... Talán majd itt. Nem? Igen, ez egy pixellel kisebb, mint a többi blokk, ezért egy picit így nehéz megcsinálni, de várjatok, mindjárt megoldom valahogyan, mondjuk fogok innen egy blokkot, akkor azután ezt így kézbe fogom szépen, így ráteszem ezt, utána ezt kiütöm, és akkor talán majd így, ez az, meg is van, innen ugorva megkaptam, oké, megvan, ragadós helyzet, tökéletes. Na jó, viszont most viszlát üvegház. Egy valamit még meg kell tennünk a mai nap. Ígértem nektek az előző epizódban, hogy hozunk pillageröket, ugye a Creeper Farmhoz, ami a történetünk szerint a pillageröknek a börtöne volt az első háború után. És hát a helyzet az, hogy hát kellenek rabok, ugye tudom kiszabadultak, de lehet, hogy egy-kettő hátra maradt. Igen, egy-kettő hátra maradt, szóval... Ja, amúgy is el kellett ide jönnöm puskaporért, mert már nagyon kevés van, és amúgy is szeretném őket elvinni haza. Még mielőtt ezt megteszem, a méznek undorító hangja van. Oké, szerintem nagyjából így ennyit elviszek, aztán hadd termelődjön még, a többit pedig itt hagyom, majd visszajövök, értem meg, majd afkolni is kellene itt valamikor, ezek még akkor termelődtek, amikor építettem magát ugye az építményt köré, azóta nem nagyon volt időm afkolni, viszont van ugye nálam egy shulker box, eléggé kaotikus, meg ez a fa shulker boxom, de mindegy, jó lesz, ezeket ide bedobom, most nem akarok éppen hazamenni, ugyanis el kellene mennünk a pillager outposthoz, ami itt van a hajón a túloldalán. Aha, igen, látjátok, itt a hajó, és itt is van maga az outpost. Tehát itt minden gond nélkül meg tudjuk kerülni ezt a picike kis mocsarat, és el tudjuk vinni a börtönbe őket. Na, hogy hogyan lehet pillagereket ártalmatlanítani? Ezt már egyébként az előző sorozatomban is több részben is megmutattam, de akkor most elmondom gyorsan még egyszer. Beleültök vele egy csónakba, és ellövi a nyilait. Amint elfogynak a nyilai, abban a pillanatban ugye eltűnik az íja. És már meg is vagytok? Igazából ilyen egyszerű. Úgyhogy, ja, gyűjtsünk be egy párat. Egy kapitányt jó lenne, az tök díszes lenne. Aha, megvagy, gyere be a vízbe, barátom. Áú, ez az, yes, és már visszem is, szuper, ne nagyon találj el, ez az. Mint látni fogjátok, folyamatosan megpróbál majd engem meglőni, de nem fog tudni, ugyanis benne ülök vele a csónakban. Amint látom, enchantolt az íja, ezért simán lehet, hogy mondjuk unbreaking van rajta, az nekünk annyira nem lenne, annyira nem lenne szerencsés, tehát megküzdünk vele. Oké, ide kiteszlek, itt lesz az egyik, úgy, igen, így meg már el tudna találni, de okos leszek, és gyorsan elrepülök, még mielőtt meglőne, yes. Oké, neked nincsen enchantolva a számszeri íjad, úgyhogy gyere szépen. Ez az ügyes, okos, buta. Ameddig pedig elhozom a harmadikat, addig hadd reagáljak az utolsó hozzászólásra ebben a videóban. Ez a 11. rész alá érkezett, Kóp László írta. Nagyon szépen köszönöm amúgy a kedves szavakat, viszont amire én reagálni szeretnék, az nem más, mint a kérdésed, hogy tervezek-e 1.18-ban egy teljesen új világot indítani, vagy ezt folytatom-e? Nos, a válaszom az az, hogy ezt fogom folytatni valószínűleg. Egyelőre még korai ez a kérdés, viszont úgy gondolom, hogy adhatok egy ilyen, bizonytalan választ. Én úgy gondolom, hogy az 1.17 és az 1.18 ugye egyértelműen egybe tartozik, ugyanis mind a kettő a barlangi update-nek egy-egy része. Tehát sokan írják még a mai napig, nem feltétlenül tudják,
hogy ez au. Tehát sokan írják, hogy nem nagyon értik, hogy honnan tudom, hogy mi lesz 1.18-ban. Nos, ez azért van, mert elmondták már a készítők, ugye kettészették a key update-et, és van az 1.17, ahol bejöttek az új blokkok, és az 1.18, ahol bejön majd a generálás. Na szóval, innen tudom. Tehát a lényeg az, hogy egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy igen, ezt a világot fogom majd folytatni, nagyon messzire el fogunk költözni, és egy új történetszállat is fogunk majd indítani. Még nem találtam ki pontosan, hogy mi lesz az, de bízzatok bennem, kifogom. Tehát kifogom találni, és nagyon szuper lesz. De igen, úgy néz ki, hogy nem hagyjuk hátra ezt a világot 1.17 után, hanem csak egy új történetszállat fogunk kezdeni. Oké, hello, oké, megjött a harmadik. Au. És akkor így negyedjére próbáljunk már meg egy kapitányt összeszedni. Nagyon jó lenne. Amúgy, amikor utoljára itt voltam, akkor mondtátok nekem, hogy ugye kettő gólemet kiszabadítottam, és hát kettő ilyen cuccit megnéztem, hogy van-e benne gólem, és mindig írtátok nekem, még a mai napig is jönnek kommentek, hogy van itt egy harmadik is. És itt van ez a harmadik, vagy valamelyik a harmadik, amelyiket nem néztem meg, de nincsen benne gólem, szóval sajnos nincsen kit kiszabadítani. Igen. Nem. Itt ebbe még sosem néztem bele, de igazából mindig olyan lootok vannak, hogy hát most elviszem a vasat, aztán hello. Na de akkor szépen fent megvárjuk a biztonságban, ameddig jön egy kapitány, akit elvihetünk magunkkal. Nem akarod fölvenni, hogy kapitány legyél? Gondolom nem. Azt csak a raideknél szokták. Semmiképpen nem öljük meg a kapitányt, ugyanis nem akarok raidet indítani, nem akarok bad omen-t semmiképpen. Viszont el kell őt vinnünk dísznek, nagyon-nagyon tökéletes lesz most. Fogunk majd raidet indítani a jövőben. Ez az! Ott egy pont a víznek a közelében, kérlek, gyere be a vízbe. Gyere kapitány, gyere be a vízbe. Ez az, gyere. Na, hogy nekem meglőjétek a kapitányt. Nem, csak a kapitányt ne. Gumicukorból van. Ez az! Megvan a kapitány! Szuper! Ahogyan látom, nem enchantolt az íja, szóval egyáltalán nem fog sokáig tartani őt ártalmatlanítani. Tudjátok mi? Csak azért, hogy tudja haladni a rész, áttettem őket a sziklának a másik oldalára, majd utána foglalkozunk a nyilaikkal meg az íjaikkal. Először viszont felszeretném húzni azokat a ketreceket, amikben ők lesznek. Hát, ja, az a helyzet, hogy az kicsikét hamarabb meg lesz, mint az ártalmatlanítás. Sajnos nem bízom bennük. Nem hagyhatjuk őket teljesen szabadon, némteg nélkül meg minden, szóval némteget is szerezni kell majd a faluból, és hát ketrecekre is szükség lesz. Ha nincs ketrec, akkor valószínűleg egyszerűen csak fogják magukat, és visszamennek az outposthoz, vagy pedig diszponolnak. Egyik sem túl szerencsés szerintem. Ilyen icike-picike ketrecekbe akarom majd őket beletoloncolni. Abban biztos vagyok, hogy ebbe simán bele tudnak majd menni. Itt látjátok, így 4 blokkon van ez az egész, viszont itt van egy hely. Pontosan egy playernek, valamint akár egy pillagernek is. És hát ide szeretném beletenni őket, hogy egyáltalán ne legyen kényelmes, ne is tudjanak mozogni. Nem érdemlik meg, ők a gonoszok. Na jó, nem ők a gonoszok, ezt már ezerszer megbeszéltük, hogy a falusiak sem éppen a legjobbak a történet szerint. Viszont hát ja, ők mégiscsak pillagerök. Ide a csapóajtókat, és akkor nagyjából így fog kinézni egy ketrec, ugye egy-egy pillagernek. Ide simán majd beleviszem őket sínekkel, meg minecartokkal, azzal tiben ne foglalkozzatok, azt megoldjuk. Akkor esetleg amit még lehetne, hogy mindenféle talapzat nélkül is felhúzunk ide egyet, egy picivel magasabbat, hogy a zászló az így nagyjából elférjen. Nem fog teljesen elférni, egy picikét ki fog majd lógni, de szerintem azzal nincsen semmi probléma. És akkor ezeket így szépen ide. És egyet tehetnénk mondjuk ide az oldalára, hát például így ide, hogy itt is legyen azért valami, ne legyen túlságosan üres, nem akarok még egy ilyen fát felhúzni ide, és akkor mondjuk itt azt lehetne csinálni, nem jó ez itt, mindjárt. Tehát ide, egyel kijebb szerintem. Ezt is lefedjük, ezután hozok magamnak síneket gyorsan. Rájöttem, hogy némtegekre tudok emeráldot szerezni itt is a szaporítóban, ugyanis van 2 falusim, akik búzát adnak, ez nagyon-nagyon király. És viszont innen valahogyan ki kell jutnom úgy, hogy ők ne szagolják ki, hogy mégis mire készülök, mert akkor ők is jönni akarnak. Oké, megvolt. És akkor kell még 2 darab mending. Át kellene változtatnom őt egyébként megint, mert akkor ismételten ezt is levinné, ezt a trédjét jóval, de most egyelőre erre nincs időm, úgyhogy így oldottam meg. És akkor mi legyen a 4 pillager név? Hát, na jó, akkor elnevezem őket. Legyenek virágnevek, mit tudom én? Tulip,
tulipán, az a kedvenc virágom, akkor legyen, nem tudom, még hóvirág, akkor legyen a harmadik, mondjuk pipacs, a negyedik meg, milyen virágok vannak még? Orhidea, kész, meg is van. Ezeket a neveket akkor adom majd csak rájuk, hogyha már biztosan bent vannak a ketrecben, mert addig simán meghalhatnak, lelőhetik egymást, nem tudom. Na és akkor most jön az a része, ami cseppet sem lesz vicces, de cserébe nagyon nehéz lesz. Ezt mondtam egyébként az előző részben erre a jó kis építményre, a pontosabban a technikai részére, a farmra. Hát, ja, be kellene ide hoznunk őket egyesével. Közben arra is gondoltam, hogy lehet, hogy egyáltalán nem is kell őket ártalmatlanítanunk sem, ugyanis milyen menő lenne már, hogyha a fegyvereikkel együtt lennének ide bezárva. Nem lenne annyira élethű, mert azokat biztos vagyok benne, hogy a falusiak elkoboznák tőlük, tehát ki lehet próbálni. Ha, most csak így alulról próbálom meg őket megközelíteni, hogy ne lőjenek meg, meg egymást. Tüdi. Tüdi. Tüdi, tüdi, tüdi. Oké, akkor most téged úgy kellene innen kiszedni, igen, igen, hogy ezt így, aztán igen, te most meg fogsz lőni egy pár szót, tiszta vagyok vele, tudom, egészségedre. Gyere szépen. Gyere közelebb, gyere közelebb. Áú. Gyere el onnan, úgy. Gyere, gyere, gyere. Nehogy már ne tudják kijönni onnan, az csak egy fél lap. Na, gyerünk. Gyerünk, ez az. Ügyes, ügyes. Még azért ne ölj meg, please. Yes! Oké, és most föl kellene őt oda juttatnunk, anélkül, hogy ő megölne minket. Nem, rossz vagy. Úgy, aha, oké. Ügyes, ügyes vagy, meggondoltam magam, jó? Na és akkor most téged valahogyan oda bele kellene juttatni, hogyha kiütöm ezt, akkor az lenne a lényeg, hogy te oda beleessél. Ehhez viszont lehetséges, hogy kellene egy ilyen tölcsérszerűséget építenem neki. De jól néz ki, nyami. Na de akkor most jön az igazságnak a pillanata. Így szépen kettő magasra csinálom, hogy ne tudják kijönni sehova, te gonoszság. Oké, okay. Yes, 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 oké, okay. Oké, okay, meg vagyunk, oké, okay. Igen, ott jó vagy. Esd bele, menj bele, menj bele, menj bele, menj bele, menj bele. Yes, 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 megvan, megvan, megvan. Hú, féltem, hogy megölöm, ugyanis egy párszor bele kellett ütnöm, mire sikerült, de a lényegen nem változtat. Meg vagyunk. Na és akkor most te ne ugráljál, légy szíves. Ez az. Oké. Okay. Oké. Okay. Ezt akkor most innen szépen eltávolítjuk. És te leszel mondjuk a tulipán nevű kis barátunk. Ugyanis a tulipán a kedvenc virágom. És hát te vagy a kedvenc fajta mobom, ami ugye nem a barna tehén, ezek a kapitányok. Tessék, tessék tulipán, tessék. Ez az, ezzel hivatalosan meg is van diszponolni, nem tud, el van nevezve minden király, minden szuper. Van még három ugyanilyen. Oké, okay. ne lőjétek meg, nem, nem. Oké, okay, te ide jössz, mérges kis barátom. Áó, gyere, gyere szépen, gyere fel. Te most kajak ahelyett, hogy beszálltál volna, beleítelted a vízbe a... Na hát milyen vagy? Ez az. GG, ügyes vagy nagyon, na úgy szépen, oké, okay, meg is vagyunk, szuper. Áó, hogy te milyen vagy, én csak jót akarok neked. Na, ez az, ő teljesen magától be is szállt. Akkor elvileg van nálam 4 darab csapóajtó, amivel meg tudjuk ezt oldani. Oké, okay, és akkor a második beszállítva. Na most ez a kettő volt nagyon nehéz, a másik kettő már tök egyszerű lesz. Har, hát har, persze, más se csak har. Hát most kinyitom, akkor ez neked fájni fog. Ja nem. És te leszel mondjuk a... Pipacs! Pápá pipacs! Gyerünk! Fölfele, fölfele, fölfele! Ez az, ez az! Ne, ne, ne! Oké, okay, oké, okay, megvan! Yes! Ez az! Nehogy meglőd! Nem! Ne legyél hülye! Nem! Ez az, az egyikük az hóvirág, a másik kellene nekem, anélkül, hogy meglőjék egymást. Nagyon kevés életük van már. Ez az! Orhidea! Kész! Meg is van! Oké, okay, el van nevezve az összes, és rabosítva van az összes. És akkor jöhet a takarítás. Ez az. A rossz fiúk be vannak zárva szépen a ketrecekbe. Helyreállt a világnak a rendje. Nagyon nem, ugye a történetünk szerint a nagy részük az kiszabadult, és a közelben telepedtek le ilyen outpostokban, ugyanis újabb támadásra készülnek. De a lényeg az, hogy néhányuk azért még megvan. És akkor ezt így kiszedjük, szuper. Hát akkor igazából... Pápá biodíszletek, helyóka, belóka, jó volt, szuper volt.
Van még itt nekünk egy üres rész, ahová mindenképpen szeretnék gyorsan valamit építeni, tényleg nem húznám már nagyon az időt. Itt van például ez a plac, itt mi legyen, nem fér már ide egy organikus fa, ugye ezen gondolkodtam. Na hát eszembe jutott, hogy nemrég készítettem egy olyan kreatív videót, ahol 12 darab kút dizájnt mutattam meg nektek. És hát szeretném ma ezt itt egy picikét felhasználni. Szóval, ja, az lesz, hogy ezt ide, oké, ezt is kiütjük, és ezt is. A legegyszerűbbet fogom szerintem használni ma. Nem akarom túlspilázni, jó lesz az egyszerű. Ezeket így ide, és akkor ide kellene nekem még hát pár darab csapóajtó. Hogyha szeretnétek esetleg ti is hasonló kutakkal dolgozni, akkor mindenképpen hagyok egy linket a leírásban ehhez a videóhoz, hogy ti is meg tudjátok csinálni, hogyha szeretnétek. Van ott még 11 másik, azokat is meg tudjátok lesni, és azokat szabadon felhasználhatjátok, ugyanis azokat a dizájnokat pontosan erre a célra készítettem. Oké, ide, és akkor kerítésre lenne még itt szükségem, az van-e? Van, szuper. A tetejénél sajnos nem emlékszem, hogy mit használtam, de itt most dark oakot fogok, szedek ki gyorsan egy fát, és akkor utána megcsináljuk. Így ide bele szépen a vizet, ezt így felszedem, szuper, és akkor jöhetnek a csapóajtók, de először ugye deszkák, csapóajtók, hát nem is tudom, hogy ebből mennyi fog kelleni, szerintem nem túl sok, úgyhogy nem akarom túlzásba vinni, meg kelleni fog itt nekem egy pár darab slab, így például, és akkor a slabeket szépen lerakom, mondjuk így ide, valamint így ide a csapóajtókat. Így köré egy-két tököt, ezeket egyébként véletlenül vettem magamhoz, mert kimosta a víz a magokat, de nem baj, akkor már felhasználom, tehát egy pár darab tököt, hogy azért mégiscsak látszon az őszi hangulat, és hogyha már őszi hangulat, el is felejtettem nektek mutatni, pedig meg akartam mutatni, íme az őszi skinem. Így van, farmer pörki lettem. Eredetileg volt rajta egy ing is, csak aztán úgy voltam vele, hogy az mégse legyen, mert túlságosan sokat takar a skinemből, úgyhogy maradt ez a farmer kantáros gatya. Remélem, hogy tetszik nektek. Még egy harangot hozok gyorsan. Ezekből egy ideig nem lesz hiány, még van 11, ezeket díszítésre fogom majd használni. Viszont, én úgy gondolom, hogy... megvagyunk. Nos, srácok, illetve lányok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a mai nap. Egészen sokat haladtunk a projektekkel, sok olyan apróságot megcsináltunk, ami eléggé elmaradt. Szerintem még van egy néhány, úgyhogy a jövőben is számíthattok ilyen részre, ilyen kis csillesebb, kisebb projektekre. Viszont, hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Hamarosan újra találkozunk, addig pedig ne felejtjétek el, hogy a te a bizony mindenre jó. Hello, sziasztok! Pa-pa!